Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép szomforeklet délutánon. Itt vagyok a Lukasszal, ahogy látjátok. Ami itt vagyunk a régi háznál, mutatom. Szervusz. Lukasz megy most iskolába, úgyhogy mehetsz is. Nem sokára 9 óra van, mutatom. Nézd, 21 fok van. 8:49, 21 fok. Az előbb 19 volt, hogy kezd melegedni. Neked jó iskolát, úgyhogy délután itt felvesztek, jó? Oké, okay, szia! Na, szia, jó legyél! Te is! Ja, szervusz! Szia! Szia! Látom itt a régi házunk. Mit csinálsz? Mi? Semmi! Na, szia! És ott az iskola. Ami a régi házunkat képzeld, lemutatom. Látod, most már kezd nőni a fű. Senki nem vette még ki. Annyira nem vették még ki, hogy ugye amikor ide elköltöztünk innét, még mielőtt elköltöztünk, ugye egy éves szerződésünk volt, és egy évig nem tudják megemelni ugye az albérletet. Aztán képzeld el, még mielőtt aláírtuk volna a papírokat, vagy azt mondtuk, hogy elköltözünk, felemelték az albérletet elég rendesen, úgyhogy mondtuk, hogy azért ez egy kicsit túlzás lenne. Aztán képzeld el, tegnap néztem, úgyis fenn az interneten, a mai napon lejjebb vették az albérletnek az árát, mint amit mi fizettünk, ugyanis nem tudják kiadni. Na mindegy, érdekes. Úgyhogy én most nem máson megyek, mint az öcsém, ez aztán el kell menni a boltba, és majd megyek haza. Úgyhogy induljunk. Ugye a kamerámat képzeld el, elfelejtettem feltölteni az akkumulátort, és azért filmezek most megint a telefonnal. Na menjünk. Ott megy be a Lucas, már nem is látom. Itt az a nem focipálya, focipálya is, meg kosárlabda pálya, meg van itt mindenféle pálya. Az idő amúgy szép, képzeld, egy felhő nincs az ég, azt mondták, hogy most megjön a hideg a hétvégétől, és esni fog a hó a hegyekben, már nem nálunk, nem ugye lejjebb, ott Melbourne meg Sydney környékén azokban a hegyekben, ahol lehet menni síelni. Amúgy erről jutott eszembe egy kérdés. Állatok, most tudom, hogy nyár lesz, ugye persze, hogy nyár lesz. Meddig van az iskola? Június 12-én van vége, azt hiszem, nem? Vagy a június 14-ből, hogy így. Amúgy akartam kérdezni, hogy megint... Na, csak befordultunk. Telefonnal kicsit nehéz vezetni meg tartani, mert így kifelé áll a külseje, és na minden. Ami akartam kérdezni tőletek, hogy mentek idén nyaralni valahova, vagy a Balatonhoz, vagy akárhova valami vizes helyre, vagy ne lehet olyan vizes helyre, mert általában nyáron ugye vizes helyre mész. Megint fordultunk, vagy otthon maradtok, vagy mentek valamerre. Mi gondolkodtunk rajta, hogy elmegyünk nem nyaralni, képzeld el, hanem telelni, ugyanis ugye tél lesz most mi nálunk. Hogy hova fogalmam nincsen. Várja, sok az autó. Át kell itt menni, mutatom. Látod, itt az iskolának a fő bejárata. És itt mindig annyira rengeteg autó van, ugye ilyenkor reggel, meg délután, mikor jönnek a gyerekek iskolába, meg mennek. Átértünk az iskolán, most elindulok az öcsém felé. Azt mondta, el kell mennem kézzel a bankba, meg a boltba. A felesége, meg a Davis otthon vannak. Na megálltam egyet itt lent a part mellett, látjátok? Itt van ez a sok szép vitorlás hajó, minket itt pont nem vitorlás, meg elég csúnya. Rettentő régen nem voltam már itt lent, komolyan mondom, itt lehet ugye biciklizni. Mármint itt a vízen nem voltam lent. Ugye most, hogy elköltöztünk, nem a vízen lakunk, azóta egyáltalán nem is voltam, nem. A csónakotom ugye alattam a felfújhatósat. Aztán amit akartam mondani, vagy kérdezni tőletek, ugye, vagy inkább mondani, nekünk nehéz elmenni nyaralni, én azt hiszem, ugyanis hogyha ilyen helyen laksz, ugye így a víz mellett, mint itt, látod, bármikor ugye le tudsz jönni a partra, bármikor ki tudsz menni ugye fürdeni, csónakázni, akárhova, és nehéz elmenni, tehát hogy akárhova el is megyek, úgy, hogyha víz mellé szeretnék menni, ugye itt a víz mi mellettünk, tehát érzek, mit akarok mondani, tehát hogy mondjuk ha Balatonon laksz, akkor nem tudsz elmenni a Balatonra nyaralni, vagy tehát ha el is megyünk nyaralni, olyan helyre tudunk elmenni nyaralni, ahol mondjuk nincsen víz, mert itt a víz, na minden, értitek, hogy mit mondok? Ugye fogalma nincs, hogy hova mennénk el nyaralni, vagy telelni, ha csak nem mondjuk egy másik országba, de mint itt Ausztráliában, mondjuk le lehet menni ugye Sydneybe, mik el tudnánk menni Sydney vagy Melbourne, vagyis megnézni a várost, mert egy kicsit másabb, de úgyhogy el akarsz menni ugye mondjuk strandolni, akkor csak lejövünk ide. Látod? Amíg itt sok videót készítettünk a Lucas-tel, nem itt egy kicsit ott visszafelé, nem tudom, hogy emlékeztek rá, ilyen valami ötös videókat, hogy valaki ott megy horgászni. Na minden! Úgyhogy én most elmegyek, és megnézem az öcsémet, aztán megyek a bankba, és a bank majd csak 9:30-kor nyit, úgyhogy még van egy kis időm. Megjöttem! Itt vagyok a Zerkien, az öcsémnél. És én övéletlen ledobjam a telefont, ugyanis, hogy ez nem kamera, kicsit nehéz fogni, és már mutatom. Látod, itt a Zerké, fenn vagyunk a 21-en, és oda, nagyon mindegy, ott az 21 az egyik, ott meg a másik. Látod, egy felhő nincs az égen. Ilyen szép idő lesz majd, csak az lesz a baj, hogy hideg lesz. Már nem lesz olyan túl ideg, de ilyen 20 fokat mondtak, 22-t maximum mára. Ott egy-két hajó van kint, de nem olyan túl sokan. Látod, ott jön be
egy, mostanában nem mennek annyira ki a vízre. És mennek, de nem úgy ugye, mint mondjuk egy pár hónappal ezelőtt, hogy annyira meleg volt, ilyen izzadós videó volt. Hát, hogy kívülünk ide a végére, de az öcsém nem mer kiállni, ugyanis nagyon fér itt a magasba. Hát az 20-20 éves sincs lent senki se, egyikbe se. Már mondjuk még egy kicsit kora van. Na mindegy. Úgyhogy most bemegyek, nézem az öcsémet, aztán megyek tovább, megyek a bankba, meg megyek a boltba, aztán megyünk majd hazafelé nem sokára. És átépünk itt minden, látod? Ezeken a kerti bútorokkal. Azt hiszem, iszok valamit. Hozzáérkeztem, ahogy látjátok. Én azt hiszem, hogy meg kellene borotfálkoznom. Hajamat múltkor levágtam, de látod, nem borotfálkoztam meg. Mit mondasz, Nyuszi? Itt van a Davis. Szervusz. Amúgy a Davis megy aludni. Ja, Lego. Nagyon szép az a Lego. Ki az? A Spider-Man? Spider-Man. Ja, Spider-Man. Most kap egy pelenkát. Amúgy napközben képzeld el, nincsen pelenkája, csak olyankor, mikor elmegy aludni. És meg éjszaka ugye, mert akkor megy aludni. Aztán, mit akartam mutatni vagy mondani? Ja, csónakot, várjál! Ugyanis lecseréltem a csónakot, és azt a felfolyatósat eladtam. Múltkor megragasztottam, el is vitték, aztán várjál, van egy másik itt a garázsba, csak kapcsoljuk a villanyt. Alézzél! Látod, jött ilyen utánfutóval, ezt múltkor vásároltam, azt mondja, el fogom adni amúgy. Ilyen szép, nagy, az elején nem annyira fedett, meg ilyen kék. Aztán közben a motorom megvan még, képzeld el, meg vásároltam egy ilyen 15 lóerőset is. Ilyet! Ez a motor, a múltkor nektek ugye mutattam. Egy ilyen 15 lóerőset vettem, ami az a jó, hogy most minden nagyon olcsó, ugye itt van nálunk a tél, és ilyenkor télen nagyon olcsó meg tudsz ilyeneket venni, rettentő jó pénzen. Csak az a baj, hogyha újra el akarom adni, ugye én sem tudom úgy eladni, tehát olcsó meg tudom venni, de nekem is olcsón kell eladni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy lehet, hogy megtartom őket egy darabig, és majd nyáron vagy tavasztal ugye majd eladom őket. Ugye aki régebb óta nézze a videókat, tudják, hogy, vagy tudjátok, hogy megveszem őket, meg el is adom őket. Te, na minden, ma meglátjuk. A vízre amúgy ki szeretném vinni, látod? Ilyen szép nagy, 3,5 méteres csónak. Nem tudom, hogy melyik motor megy rá, lehet, hogy a 15 erős túl nagy lenne rá, vagy nem tudom, ugyanis nincs rajta ilyen erősítés. Látod? Na minden, majd megpróbáljuk valamikor. Még valamivel le lett fújva. Látod? Na mindegy. Úgyhogy, most nem más csinálok, mint nem tudom, mit csinálok. Ma nem dolgozok, unatkozok egy kicsit, elmegyek a Lukaszért az iskolába, nem sokára. Ugyanis az öcsémnél egy jó kis időt eltöltöttem, nemrég jöttem hozzá, de... Na mire, ma valamit kitalálok. Ilyenkor ugye egy kicsit unalmas, nem lakunk a vízzel, nem tudom levinni a csónakot, csak úgyhogy letolom, le kéne vinnem, de... Na mire, zavaros. Úgyhogy, megcsukjuk az ajtót, és csöndben maradunk, mert a Davis megy aludni. Úgyhogy meg addig valószínű, hogy valamit nézek az interneten. Davis elment aludni, legalábbis próbálkozik fel, lehet, hogy nem fog aludni, mostában nem mindig alszik, képzeld el. Van, mikor elmegy, aztán csak fekszik egyet, egy fél órát, egy órát, ugye a feleségem próbálja altatni, de sokszor most már nem alszik. Na mindenki, képzeld el, arra gondoltam, hogy elmegyek és körbenézek, nem más fogok megnézni, mint ilyen utazási irodába megyek el, ugyanis gondolkodtunk rajta, mi lenne, hogy elmennénk telelni, vagy nyaralni, vagy valahova. Ugye mondtam, hogy most egy új ideje gondolkodunk rajta, a Davis abban a korban van, hogy most már azért el lehet vele ugye menni ide-oda. És mivel nem tudok mit csinálni, gondoltam, hogy elmegyek. Itt van egy ilyen utazási iroda, tőlünk nem olyan messze, és megnézem, hogy mik a lehetősége. És tudom, hogy hova akarunk menni, úgy nagyjából, hogy hova akarunk menni, de nem árulhatom el, ugyanis a Lukasznek meglepetést szeretnénk, tehát hogy meglepetés legyen a Lukasznek, ugye. De minden, én indítom az autót, és a Davis próbálkozik az alvással, addig én elmegyek, aztán körben. Hozzáérkeztem, ahogy látjátok. Közben elmentem a Lukaszért, felvettem az iskolából, meg is ebédeltünk, és megnéztem ezeket az utazásokat. Úgy néz ki, hogy megyünk nyaralni, vagy telelni, nem tudom. Még nálunk tél lesz, de ahova megyünk, ott nyár lesz. Annyit elárultam, hogy nem Magyarországra megyünk. A Lukasznek most már elárultam. Nem akartam neki árulni, de nem bírtam ki. Ugyanis, na minden, nem bírtam ki. El kellett neki mondani. Lukasz, hol vagy? Szervusz! Jó, te már tudod, hogy szervusz! Itt a Davis, és nem tudom, hogy eláruljuk, hogy hova megyünk nyaralni, vagy telelni? Nyaralni. Vagy ne áruljuk el. Mit? Milyen Lego? Ja, ott a Lego. Ja, szép az a Lego. Ez az a kulcstartós Lego, az a lámpa. Ja. Mit? You're in the hole. Miről beszélsz? Eláruljuk, vagy ne árulj. Nem áruljuk el. Majd,
Ma meglátjátok, ugyanis 99% hogy megyünk. Gyaluk ezt, hol vagy? 99% nem 99,9%. De nem Magyarországra megyünk. Annyit elárulhatunk, ugye? Ja. Vagy nem, nem oda megyünk. Most már tudjuk. Na. Na mindegy, nem Magyarországra megyünk, máshol fogunk menni nyaralni, olyan helyre, ahol nyár lesz és nem tél. Ugyanis szeretjük ugye meleget, bár itt se lesz olyan túl hideg, ugye mi nálunk. Most már kicsit lejult a levegő, ugye mondták, hogy mától vagy hónaptól jön ez a lehűlés, azt hiszem, hogy most már lassan ide is ért, ahol látjátok, oszlatlágot kellett húzni. Te mit csinálsz? Ott tart. Mindennek neki néz. Ja. Úgyhogy videók, majd milyen az ágyra, látod? Megy az ágyra. Hogyha megyünk nyaralni, ugye lesz majd videó. Hosszabb, lehet, hogy hosszabb videó lesz, lehet, hogy nem. És ott, ugye mondtam, hogy minden nap lesz videó, lehet, hogy akkor valószínűleg minden nap lesz videó, vagy mikor hazaértünk, ugyanis hát nem tudom megszerkeszteni, meg feltölteni, de utána valószínűleg onnantól ma minden nap ugye lesz videó, és meg tudjuk osztani, hogy hol voltunk, mi történt, meg mi nem történt, de ha gondoljátok videó alá, írjátok meg, hogy szerintetek hova megyünk. Annyit elárulhatok, hogy meleg helyre megyünk, nem Magyarországra, és mit árulhatok még el? Nem ilyen Ázsia környékére megyünk, tehát máshova. Ugye? Na minden. Gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy szerintetek hova megyünk. Meg hogy ti hova mentek? Ugye kérdeztem a videó alá. Ilyen, hogy nyáron mindenki megy nyaralni. Mondjuk nálunk tél lesz, mi telelni megyünk, vagy nyaralni. Na minden. Közben elindultunk, amit elfelejtettem még mondani, hogy mikor megyünk. Jövő, mondtam, hogy mikor megyünk? Jövő hónap. Ja, jövő hónapban megyünk, úgyhogy kevesebb, mint 5-7. Nem, 5-7. Ugye, körülbelül 5-7. És a Lucas nem fogsz menni iskolába. Ugyanis a téli szünet mikor kezdődik? Pont előtte kezdődik. Tehát végezik a 17-én. 17-én? Ja. De mi 17-én megyünk, és a szünet az 10-en mikor kezdődik? Nem, 28-án kezdődik a szünet. Nem. Te? Na már itt elfordulok. Tudom nézni. Na megettem. Hoztam szívószálat, ugyanis anyukám képzeletbe szívószálat már elfogyott. Ilyen szívószálat nem mindenhol lehet kapni, és anyukám volt abban a boltból lehet kapni. Na minden, ami ilyen szép színes szívószál. Általában a szívószálat szoktam inni a kólát, a dobozos kólát. Nem mutatom, mert be van csomagolva. Na minden, nem tudom miért. Ti is szívószálat szoktatok inni a kólát? Na lehet, hogy nem. Na minden. Úgyhogy, várjál, kötöm magamat. Amúgy csak akkor nem tudom miért, de csak azt a dobozosat hiszem szívószállal. De csak a kólát, tehát semmi más. Tehát hogyha mondjuk fantát iszok, vagy akármi, semmi más nem iszok szívószállal, vagy a teát, vagy... Én nem tudom, hogy miért. Ez szerintem ilyen szokás. Most, hogy gondolkodok rajta, ez ilyen puta szokás. Na minden. Én el szoktam hozzá, hogy szívószállal iszom a kólát. Na minden. Mit akartam mondani? Azt, hogy most megyek az öcsémet megnézni még egyszer. Úgyhogy ezt a mai videót én most lassan befejezem. Ugyanis kezd, mutatom, sötétedni. Látod? Kezd lemenni a nap. Most már, hogy itt van a tél, ugye korábban sötétedik. Amit akartam mondani, képzeld, az előbb néztem a híreket a szüleimnél, és 20 centis hó esett New South Wales-be. Olyan hegyes környéken, tehát nem itt, nem ott Sydney környéken, tehát nem Sydneybe. Sydney ugye New South Wales-be van abban az államban, ami tőlünk egy olyan, nem tudom, ilyen 1200 kilométer talán, ugye az a hegyes rész. És esett a hó, úgyhogy lehet menni, síelni, szánkózni, bár nem tudom, mindig tervezzük, hogy majd egyik évben elmenjünk ugye szánkózni, meg síelni, mert az életben nem látott még a feleségem, vagy a Lucas havat, vagy ugye a Davis, de valószínűleg nem ebbe az évben, mert ebbe az évben ugye most máshol vagyunk. Amúgy izgatottak vagyunk, ez az első, ugye mióta megszületett a Davis, hogy megyünk nyaralni, már rettentő régóta ugye terveztük, és na minden, majd meglátjátok, készülni fog videó, sok érdekes videó fog készülni, legalábbis nagyon remélem, hogy tetszeni fog majd nektek, nekünk biztos, legalábbis a Lucasnek biztos, meg a Davisnek, de majd meglátjátok. Úgyhogy ezt a mai időt én most befejezem, mindenkinek további szép napot, napot, reggel. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani, a kamera akkumulátor töltődik, hogyha holnapra feltöltődik, sziasztok!